Sziasztok, Blanka vagyok, és ez itt a Lil Ren csatornája. A mai nap Szilvi, a MAC Makeup Artistja fog rajta elkészíteni egy sminket mindössze 4 termékből. Ez nagyon jó lehet akkor, hogyha utaztok, hogyha talán annyira nem értetek a sminkhez, vagy nincs otthon annyi féle sminketek, hiszen most megmutatjuk, hogy egy komplett kinézetet is meg lehet csinálni mindössze 4 termékből. Első lépés gyanánt a 24 órás korrektorral fogunk kezdeni. Ez azért nagyon szuper, mert szemkörnyékre, illetve arcra is ilyen esetben tudjuk nagyon szuperül használni. Mennyiségtől függően pedig a fedési képességét tudjuk változtatni, meg koordinálni. Utána a szemöldöködre fogok használni egy ilyen spirált, amivel picit színezni, meg a formáját is nagyon szépen ki tudjuk emelni neked. Utána egy powder kiss lipstickkel, méghozzá a Sult Remove árnyalattal fogjuk az arcocskádat, a szemedet árnyékolni egy icipicit, illetve mivel ugye ez egy hidratáló rúzs, az ajkaidra is fel fog kerülni, és végezetül, de nem utolsó sorba pedig egy szuper szempilla spirállal fogjuk majd megkoronázni a sminkedet. Első körben a szemkörnyékeden fogom használni. Picikét ugye a szemkörnyéki karikákat tudjuk vele szuperül lágyítani. Neked amúgy sem szükséges nagyon túl alapozni az arcocskádat, pláne egy ilyen naturál sminknél, mert nagyon-nagyon szép ápolt, látszik, hogy foglalkozva van vele. És annak érdekében, hogy tényleg egy ilyen könnyed korrektorozást tudjunk csinálni, egy ilyen puha fejű ecsettel dolgozok. És alapvetően próbáltam úgyis a termékeket választani, hogy akár ecset nélkül nagyon jól föl lehet őket applikálni az arcocskára. És mivel ugye naturál lookot csinálunk, ezért nem rétegzem túl az anyagot, és az úgynevezett stratégiai pontokra dolgozok, tehát ugye szemkörnyékre, itt egy icipicit leszedünk az arcpirből, bár nagyon szép. Következő lépés gyanánt, akkor a szemöldöködet fogjuk kicipicit átformázni. Ez is olyan termék, amivel a mennyiségtől függően lehet az intenzitását változtatni. Jó, miután elkészítettük a szemöldököt, a rúzs, amit ugye 3 területre is fogunk használni, először az arcocskádra fogom feltenni, picit mosolyoghatsz, kis almácskákon kezdünk, és ehhez ugye egy ilyen kis puha ecsettel dolgozunk. Ugye, hogyha kézzel dolgozunk, akkor akár úgy is lehet használni a rúst, hogy kis pöttyöket felhelyezünk, majd szépen elsimogatjuk, inkább belülről kifele. Azért is nagyon szép különben szemre, illetve arcra ugyanazt az árnyalatot használni, mert így egy nagyon szép harmónia kerekedik ugye az arcunkon, amitől nagyon-nagyon szép a smink. Jó, és végezetül ugye az ajkakra fogjuk most felhelyezni. Oda még kisebb ecsettel dolgozok, most nyilván ugye teljesen jó ecset nélkül is felhelyezni. Ez a powder kiss lipstick különben szuperül hidratál, nagyon-nagyon könnyed formulája van, és matt a finise, úgyhogy minden igényt tényleg kielégít. Annyira jó, hogy minden termék nagyon könnyen ül az arcomon. Igen. A szemem lévő rúzs sem ragacsos, a számon sem. Sehol nem, nincs az a nehéz, ragadós érzet. Igen, hát direkt próbáltam ilyen formulát választani különben. És akkor elérkeztünk az utolsó lépésre? Így van. Ugye most felhelyezzük a szem, illetve most a sminkünknek a koronáját. Úgyhogy egy olyan spirállal fogok dolgozni, ami nagyon szép hangsúlyos pillákat tud nekünk csinálni, ível dúsít, hosszabbít. Jó, ami itt lényeges, hogy alulról és kifele tekergetjük, ezzel tudunk egy nagyon-nagyon szép íveltséget adni a szempilláknak. Parancsolj! Ó, de szép lett! Ezt nagyon magaménak érzem, ezt a sminket. Istenem! Hát ez egy ilyen kis könnyed, nyári, bárhova, bármikor, így van. Mintha nem lenne rajtam, de egy kicsit mégis van. Nagyon tetszik a végeredmény. Köszönöm. Örülök szépen! Neki. Nagyon szívesen! Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha pedig több ilyen videót szeretnétek látni, iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!